A 20 és 44 évesek közötti korosztály több mint 90%-a egyetértett azzal, hogy a férfiak legfontosabb feladata, hogy biztosítsák a család megélhetését. Derül ki a KSH Népességtudományi Kutatóintézet által kiadott Demográfiai Portré 2018 kötetének a férfiak családban betöltött szerepeire vonatkozó tanulmányából. Az apai szerepelvárások jellemzésére változásának mérésére kialakított állítássor azt hivatott felmérni 2009-től, hogy a népesség mennyiben támogatja a hagyományos apa szerepet, illetve az új típusú családcentrikus férfi szerepet. Vitál Attila szerint a hagyományos apakép erős beégése annak is köszönhető, hogy a szocializmus időszakában alapvetően az egykeresős családmodell volt a meghatározó. A szociológus elmondta, ez amiatt is alakulhatott így, mert a nők az alacsonyabb képzettség, a hosszabb gyes és a korábbi nyugdíj lehetősége miatt alapvetően kiszorultak a szervezet munka világából. Ezt még ráadásul erősítette az úgynevezett második gazdaság, a háztáji gazdaság, a fusi tevékenység, majd a 80-as évektől a vállalati gazdasági munkaközösségekbe való bekapcsolódás, ami jövedelem kompenzáció erővel bírt, és elsősorban a férfiak számára biztosított többletjövedelem szerzési lehetőséget. Ezért azok a generációk, akik a 70-es, 80-as években nőttek fel, ugye ők azt látták, hogy a szülők közül az édesapa, az folyamatosan dolgozik, szinte soha nem volt otthon, ugye? És azért ez egy meglehetősen kemény módon bevésődött gyerekkori élmény. Családi bevásárlás, pelenkázó apuka, a modern apa képe. A tanulmány alapján nem csak a hagyományos kenyérkereső apa szerepnek, hanem a családcentrikus, résztvevő apai szerep támogatottságának is vannak egyértelmű jelei, hiszen a megkérdezettek közel kétharmada egyetértett azzal, hogy egy férfi számára sokkal fontosabb, hogy több időt töltsön családjával, mint hogy plusz munkával minden áron növelje családja bevételét. Az apasággal kapcsolatos elvárások változása tehát viszonylag ellentmondásos, hiszen a legtöbben két egymást akadályozó feladat egyidejű megugrását várják el Magyarországon a férfiaktól. Egyszerre biztosítsák az anyagiakat, és a mindennapokban aktívan résztvevő apák legyenek. A évszázadokon keresztüli munkamegosztási sémát, családi nemi szerepeket nem lehet azért egyik évtizedről a másikra fölborítani. Ugye Magyarországon azt még sokan elutasítják a gondolatot is, hogy mondjuk a férfi vegye igénybe a gyermekgondozási ellátást, hogy esetleg ő legyen a gyermekkel egy vagy két éven keresztül. A társadalom egy kicsit olyan gyanúsan méregeti, hogy akkor ő el akarja kerülni a munkát, vagy a feleség hordja otthon a nadrágot. Tehát, hogy egy nagyon ambivalens ez, mert nagyon sok férfi számára egyébként ez egy vállalható alternatíva lenne, de olyan más érkezik a környezettől, a családi környezettől, a szociális környezettől, a lakókörnyezettől, hogy ez még kevésbé elfogadható számára, de mondom, ezt az idő megoldja. 2-3 évtized múlva ez már teljesen természetes lesz szerintem. Valahol azonban ez már nem a jövő. A tanulmány Magyarországot Németországgal is összeveti, és ez alapján a magyarok több mint kétharmada, a németeknek pedig csak alig több mint negyede gondolja úgy, hogy az apa nem maradhat otthon háztartásbeliként. Jelentős a különbség abban is, hogy a férfinak képesnek kell lennie arra, hogy családját eltartsa. A magyarok 93%-a így vélekedik, míg a németeknek csak alig több mint negyede. A magyarok e tekintetben tehát sokkal egyértelműbb elvárást fogalmaznak meg a férfiak irányába. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a kettős elvárás Magyarországon elterjedtebb, szemben például Németországgal, ahol a gyermekcentrikus apai elvárás egyben a klasszikus, anyagi biztonságot biztosító elvárások enyhülésével jár együtt.